Borsos Norbert, Dr. Csikota József karnagy igazgató a rendezvényen kiemelte, hogy a különböző tanszakokon tanuló növendékek a tanév során számos versenyen indultak, melyeken dobogós helyezéseket értek el. Farkasi Erzsébet polgármester az intézmény dolgozóinak köszönetét fejezte ki az elhivatott munkáért, ami a tanulókat hozzásegítette a szép eredményekhez. Napi szinten mindaz, amit a művészetek nyelvén szólaltatnak meg a gyermekeknek az életében, azért csak hálás szívvel tartozunk Önöknek. Értéket hordozni és értéket átadni, ma úgy gondolom a mai világban a 21. században rendkívül fontos, és a művészeteknek ebben különös ereje van, ebben hiszünk, és ezért is támogatjuk városi szinten minden olyan kezdeményezést, amely ehhez valamilyen módon köthető, akár intézményi szinten, akár közösségi megjelenések terén. Az intézmény vezetőségének javaslata alapján két pedagógus jutalmazott Makóváros önkormányzata és a Makóváros Fejlődésért Közalapítvány. Oklevelet, illetve pénzjutalmat vehetett át Nagy Zsolt tubaművész, aki a makói magánzeneiskolában immár 20 éve tanít. Mint elmondta, a zene művelése, annak szeretete minden fiatalnak pozitívumot jelenthet. Úgy éreztem, hogy át kell adnom ebből a tudásból, ebből a szerelemből és ebből az elhivatottságból a fiatalság számára, mert csak így válhatnak teljes emberré. Ennélkül, a tevékenység nélkül úgy érzem, hogy hiányos lehet az életük és lesz az életük, és akik ezt választják, már csak amatőr szinten is, már sokkal teljesebb életet élhetnek hosszú távon, és kihat a teljes életükre. Úgyhogy ez motivált alapvetően abba, hogy tanárként is tevékenykedjek, miután elvégeztem a Zeneakadémiát. A másik díjazott Gyenge Gyula klarinétművész volt, aki stábunkkal megosztotta, hogy pedagógusként nagy öröm látni, hogy egykori diákjai szép karriert futnak be. 10 felett van azon makóiak száma, a volt tanítványaim, akik kollégák most már, diplomás muzsikusok vagy tanárkollégák, és ha egy mód van rá és lehetőség, szeretném ezek számát gyarapítani. Hát vannak, akik most is külföldön tanulnak, vannak az akadémián, az ország többi főiskoláján is. A pedagógus köszöntés tovább folytatódott a makói óvodában, melyről részletesen keddesti híradónkban számolunk be.